Istók Margit neve a zenekedvelőknek ismerős lehet. Tehetséges zongorista volt, majd a Makói Zeneiskola egyik alapítójaként működött közre. 1994-ben ő hozta létre az Istók díjat, mely óriási elismerés a fiatal makói zenészeknek. Mindenkor azok a tanítványok kerüljenek díjazásra, akik a legtehetségesebbek. Ez nem minden évben azóta 20 évben, hanem 2 évenként, vagy 3 évenként, korábban 1 évenként, ahogy a tanítványok sora hozta, úgy adjuk ki ezt a díjat. Idén egy kamaracsoport, egy hegedűs kamaracsoport kapta a díjat. A kuratóriumot még Margit néni választotta ki, személy szerint, úgyhogy azok arra hivatottak, hogy eldöntsék, hogy ki is kapja meg abba az évbe az adott évi Istók díjat. Nem lehet egységes szempontot adni, mert ugye ahány gyerek annyiféle, ahány csoport annyiféle, mert korábban kapta már ez zenekar, kórus, kamaraegyüttes, egyéni fellépők. Tehát nyilván, amit Margit néni megkövetel, az mindig tartjuk magunkat, a magas minőségi követelmény és a zene iránti alázat. Az Istók díjat idén a Makói Általános Iskola hegedű kamarazenekara kapta meg. Nagy megtiszteltetés számunkra ez az elismerés, és nagyon örülök, hogy ebben a tanévben az Istók Margit díjat az én tanítványaim kapták meg. Büszkeséggel tölt el engem az, hogy ezek a lányok nagyon lelkesek, kitartóak, és nagyon alázatosak a zene, illetve a kamaramuzsika iránt. Nyilván nagyon nehéz dolga volt a kuratóriumnak, amikor meghozta ezt a döntést, mert sok tehetséges fiatal van, de mi nagyon boldogok vagyunk, hogy bennünket tiszteltek meg a bizalmukkal. Ezeket a lányokat 13-14 éve tanítom hegedülni, tehát egész kislányként kerültek még hozzám. Kamaracsoportként 6 éve működnek együtt, először még 4-en voltak, majd az utóbbi 2 évben csatlakozott hozzájuk a 2 legfiatalabb tag, azóta töretlen lendülettel dolgoznak együtt. 2 ő közülük már a felsőoktatásban tanulnak, 3 középiskolások, 1 tanuló meg még jelenleg általános iskolás, tehát ők a zeneiskolai rendszerben tovább képződnek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sokáig itt tudtak nálunk maradni, és megmaradtak zenélni. A lányok egyébként 14 és 21 év közöttiek, tehát életkorilag teljesen heterogén a társaság, de a zene szeretete mindenképpen összetartja őket. A kamara együttesnek az idei tanévben 15 fellépése volt, iskolai, egyházi és városi rendezvényeken egyaránt. Én 7 éve foglalkozom a hegedüléssel, és így a kamarával 2 éve vagyunk együtt, 6-an, és hát szeretjük ezt csinálni. Nagyon sokat szerepeltünk, a Hagymaházban is több fellépés volt, koncertek, amikre az iskolából több tanulónak is szerepelnie kellett, és hát ezek mindig nagyon jó élmények. Én pedig hobbiként mindenképp folytatom továbbra is a hegedülést, és tényleg ez egy nagy megtiszteltetés mindannyiunknak, hogy ezt a díjat megkaptuk. Én körülbelül 10 éve hegedülök. A szüleim írattak be ide a zeneiskolába, mert szerettem a zenét. Hát ugye a zenekarban is játszom. Nagyon sok fellépésünk volt, ilyen karácsonyi koncertek, akkor itt az iskolában is voltunk Esztergomban pár hónapja. Ezek a legkedvesebb emlékeim. És ugye hétfői napon megkaptátok ezt az Istók díjat. Mit jelent számotokra ez? Mire motivált esetleg a későbbiekben? Nagyon örültünk, először fel sem fogtuk ezt az egészet, de nagyon büszkék vagyunk, és sokat köszönhetünk a tanárnőnknek is, nagyon sokat segített. Hát igen, ez motiváció is a későbbiekre. Én 8 éve hegedülök, és nővérem kezdte el, és hát nagyon megtetszett nekem is, és ezért követtem őt. Én 12 éve hegedülök, engem a szüleim írattak be először. Hát így igazából nem nagyon kedveltem, de utána az idő folyamán így egyre jobban megszerettem. És most így nagyon szeretem csinálni. És így milyen érzés, hogy a testvérek vagytok és együtt is zenéltek? Hát igazából néha vitatkozunk, meg egy szólamba szoktunk játszani, de a szüleink nagyon örülnek ennek. Hát voltak karácsonyi koncertjeink, nekem azok a legjobb emlékek, a kamerával is léptünk fel nagyon sok helyen. Hát nekem ezek voltak a legjobb emlékeim. Nekem pedig az, hogy körülbelül egy hónapja voltunk Esztergomban fellépni, és nagyon összehozott ez minket, szóval ott töltöttünk egy éjszakát, és még jobban így
összeismerkedtünk, összebarátkoztunk. A zenekar tagja még Kis Orsolya és Pintér Felícia. Az interjún egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak jelen lenni.